Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható május hónapban a halak jegyében születetteknél? Ezt megtekintjük ennél a kirakásnál, de szeretnék mondani hozzá valamit, amit az asztrológia közöl, hol állnak a bolygók, az indiai számítás szerint. Ha szeretnéd tudni azt, hogy melyik jegyben születtél, a felvétel alatt van egy tabella, ahol utána nézhetsz. A halak jegyében van Neptun bolygó, Jupiter bolygó és Vénusz bolygó. Mindhárom jól érzi magát a halak jegyében, hiszen Neptun bolygó uralkodik a halak jegye felett, tehát itt otthon érzi magát. Jupiter bolygó szintén uralkodik a halak jegye felett, ő is otthon érzi magát, és Vénusz bolygó itt kiemelkedik, tehát ki tud bontakozni. Ez lehet egy kreatív tevékenység, vagy hogy megkapod az igazságot, szerencséd lesz, élheted az álmaidat, és Vénusz bolygó kihat a szerelmi élet területére is. De utal a nőiességedre, vagy egy kreatív tevékenységre. Mars bolygó és Szaturnusz bolygó a szomszédos jegyben van, a vízöntő jegyében, és ez jó hatással van a halak jegyére. Mars bolygó jelentheti a te életerődet, vagy hogy most sikerül bebizonyítani magadat, de lehet egy férfi is, aki közeledik hozzád. Szaturnusz bolygó az kihat a sors útra, itt vannak sorsdöntő változások, Szaturnusz bolygó segít most neked, hogy kialakuljon valami. És jön a levegő eleme Mars bolygótól és Szaturnusz bolygótól, ez jelenti a könnyűséget, vagy a kapcsolatokat, a kommunikációt. Merkur bolygó az a bika jegyében van, a föld elemében. És a halak jegye az a víz eleméhez tartozik. És a föld eleme és a víz eleme barátságban vannak egymással. Tehát Merkur bolygótól is jön jó hatás, kihat a kapcsolatokra, a kommunikációra, vagy szerződésekre, ez lehet egy előnyös szerződés is. Mielőtt megtekintenénk azt, hogy mit üzennek a kártyák, szeretném felhívni a figyelmedet arra, hogy ez a havi jóslás megrendelhető nálam. A díjam 3500 forint. És mit üzennek a kártyák május hónapra? Ez a férfi itt utal a férfiakra, vagy ha te egy hölgy vagy, akkor utal a lelki társadra. Ő eltekint a kártyák felől, és az azt jelenti, hogy nála most minden sok. Ő nem akar odafigyelni semmire. A legszívesebben elrohanna. A feje fölött nincsenek kártyák, tehát nincsenek konkrét tervek, de azt is jelentheti, hogy nem beszél a terveiről, nem engedi azt meg, hogy mások bepillantsanak az ő gondolataiba. Itt a háttérben megjelenik a felhő és ez az ostor. Tehát valami történt nála a múltban, vagy van valami a háttérben, vagy valaki, aki megbántotta őt, hiszen az ostor az fáj, itt vannak fájdalmas emlékek vagy dolgok, és a felhő jelenti azt, hogy itt valami átláthatatlan. Az is lehet, hogy te bántottad őt meg, és ő most visszahúzódik. A felhő itt jelenti az időt is, mégpedig fél évet. Gondolj vissza arra, mi történt fél évvel ezelőtt, mert lehet, hogy ezek a témák foglalkoztatják őt,
és most eltekint az események felől. Pedig ott van a háttérben a csillagkép, ami tulajdonképpen szerencsét hozna neki, ha odafigyelne erre. Hiszen itt hamarosan lesz egy kellemes meglepetés, és a gólyák jelentik a változásokat, mégpedig május hónapban, május közepétől. Itt alatta megjelenik egy ravasz nő, mert ez a kígyó jelenthet egy hölgyet. Itt van a hamisság ennél a nőnél. És mivel a nő mellett megjelenik ez a horgony, ami utal a munkára vagy hivatásra, ez a nő lehet egy kolléganő, vagy a főnöknő, hiszen a medve jelenthet egy főnököt, vagy egy főnöknőt is, és ez a nő állandóan zaklatja őt. És számára még május elején minden olyan kiláthatatlan. De itt lesznek jó hírek és változások, a gólyák megváltoztatják a helyzetet, hiszen ez a nő egy más irányba tekint. Ő más munkát keres, és az utak jelentik a változásokat, tehát nála lesz egy munkahelyi változás, és elhagyja ezt a céget, ahol ő dolgozik, vagy ezt a környezetet, és akkor számára javul a helyzet, hiszen akkor fellélegezhet. Itt ez a torony utalhat hivatalos dolgokra, vagy egy bírósági ügyre is, mivel itt van a kasza, az jelentheti a vállást, és itt anyagiakról van szó, hiszen a halak utalnak a pénzügyi dolgokra, és itt a horgony jelentheti azt, hogy ez a nő itt a bíróságon dolgozik, és rossz indulatú, de azt is jelentheti, hogy ez a nő pénzt követel tőle, tehát az ő exje, és akkor a horgony azt jelenti, hogy kell számára a biztonság érzete, különösen anyagilag, ahol ő itt le tud horgonyozni, és vár arra, hogy itt legyenek döntések. Természetesen az is lehet, hogy ez a kígyó két különböző nőt jelent, az ő exét és egy ravasz kolléganőt. De amit ez a kígyó még jelent, ezek a változások, a megújulások, a transformáció vagy a gyógyító erő. És itt látható ugyan a hamisság, az lehet negatív gondolat vagy negatív érzelem, mint például félelem, de itt lesznek változások, meg lesz a gyógyító erő, meg lesz nála újra az életerő, és a halak jelenthetik a belső értékeket is. Visszatérve ide a toronyra. A torony jelentheti azt is, hogy ő, ez a férfi, fogva érzi magát ebben a toronyban. Ez olyan, mint egy labirintus, hiszen vannak félelmek, bizonytalanságok, és ebből a helyzetből, ezekből az érzelmekből ki akar lépni, keres egy kiutat, de jelenleg nem tudja hogyan tovább, hiszen inkább eltekint a dolgok felől, nem akar ezekkel a dolgokkal foglalkozni. Szerencsére itt megjelennek az egerek, és a kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ott, ahol az egerek megjelennek, eltávolítanak valamit, hiszen az egerek felfalnak mindent. Tehát az egerek eltávolítják ezt a tornyot, ezt a helyzetet. Az egerek eltávolítják az ostort, a fájdalmas emlékeket. Az egerek eltávolítják a hegyet, a problémákat, különösen, ami az anyagiakat illeti, hiszen a problémák mellett ott vannak a halak, és az utal pénzügyi dolgokra. Ez a torony lehet egy bank is, vagy bizonyos szerződések, ahol még valamit fizetni kell, és emiatt ez fáj, ez a helyzet, hiszen
Itt veszteségről vagy kiadásról van szó. De nem olyan komoly a helyzet, mint ahogy első pillanatban tűnik, hiszen itt megjelenik a csillagkép, ami szerencsét hoz, a virágcsokor szintén szerencsét hoz, és a gólyák utalnak a változásokra. Azon kívül említettem, hogy a horoszkópban, az asztrológia területén kihat itt a halak jegyére Neptun bolygó, Jupiter bolygó, Vénusz bolygó, és az tényleg sok szerencsét hoz, de ehhez hozzá kell tennem azt, ebben a csillagképben, a halak jegyében két hal van, a víz elemében. És a víz eleme szimbolizálja az érzelmeket. A két hal két irányt mutat. Az egyik a negatív érzelmek, ezek a félelmek. A másik irány a pozitív érzelem, a bizalom, a hit, a szeretet. És ha megvannak ezek a pozitív érzelmek, akkor előre mennek az események, javul a helyzet. És a bolygók itt a halak jegyében tényleg most nagyon sok szerencsét hoznak. Itt ez a fa jelenti a vágyat, vagy azt a kívánságot, hogy elérkezz oda, ahova szeretnél. Ahol úgy érzed, igen, itt le tudok gyökerezni. És itt vannak a változások és döntések. A fának van gyógyító ereje is. Ez lehet a hivatás is ezen a területen. Itt lesznek beszélgetések, egy jó hír, különösen, ami a gyógyító erőt, vagy ezt a területet érinti, ahol le tudsz gyökerezni, ahol megvan a biztonság érzete, de a madarak kihatnak a szívre is, és ez egy jó hír, vagy valaki érzelmekről beszél, hiszen a szívnél szerelemről van szó, és a hold azt jelenti, te megkapod ezt a hírt. Tehát közeledik hozzád egy jó hír, egy szerelmi vallomás. Amit a hold még jelent, az érzelmek. Tehát szerelem mély érzelmekkel. És itt kiépül valami, ez a ház jelenthet egy közös otthont is, ahol itt le tudtok gyökerezni, le tudtok horgonyozni, és ezek a változások, ezek a döntések lesznek. Ez a kígyó jelentheti a megújulásokat, a változásokat is. Itt a ház jelenti az otthonodat, a szülői házat, a hold jelentheti az anyukádat is, és a ház szimbolizálja a környezetedet, a szomszédokat, a rokonokat is. Itt megvan a barátság, és ez a szív jelenti, hogy mennyire kellemes, itt lesz egy jó hír, valaki szívvel, lélekkel közeledik hozzád, nagyon barátságos. Itt ez a levél jelent egy jó hírt külföldről, itt vannak külföldi kapcsolatok, ami szerencsét hoz. De a levél kihat a szívre is, ez lehet egy szerelmi vallomás. Itt megjelenik ez a könyv, ez utalhat a tudásra, a tehetségre, a továbbképzésre, akkor itt szerződésekről van szó, és előre mennek az események, itt kitisztul valami, ez a gyűrű utalhat szerződésekre, de arra is, hogy valaki visszatér hozzád a múltból, amit a gyűrű még jelenthet, egy házasság, és itt a ház jelenti a közös otthont. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen, és a fölötted lévő kártyák utalnak a te gondolataidra. Itt a koporsó lehet egy örökösödési ügy is. De a kártyáknak szimbolikus jelentése van, és te úgy gondolod, hogy ő le akar zárni valamit. Vagy
azt is jelentheti, hogy te szeretnél valamit lezárni. Egy bizonyos helyzetet, vagy a félelmeket, vagy bizonyos kapcsolatokat. Itt a kereszt jelenti a sors utakat, amikor a sors utatok kereszteződik. És ez összeköt téged ezzel a férfivel, hiszen te összefüggésben állsz a kereszttel, ugyanúgy, mint ő is, akkor is, ha ő eltekint a kártyák felől, de mégis egy vonalban van a kereszttel. És az azt jelenti, köztetek van egy kármikus kapcsolat, egy lelki kapcsolat mély érzelmekkel. Amit ez a kereszt még jelent, hogy a sors utatok újra kereszteződik, tehát légy visszahúzódó, ő jelentkezni fog nálad. Itt a kulcs jelenti azt, hogy légy magabiztos, itt kinyílik egy ajtó, egy lehetőség, ő jön, és itt van egy új kezdet, és itt látható a szerencse. Ez a hajó jelenti a reményeket, de az utazásokat is. Ez lehet egy közös életút, vagy külföldi kapcsolatok. Előtted van ez a park, ez jelenti a nyilvánosságot, az elismeréseket, amit május hónapban, különösen május közepén megkapsz, hiszen itt lesznek újdonságok, és mások feltekintenek rád, bókolnak neked, megkapod az elismerést. És most megtekintjük az egyes heteket. Első hét május hónapban itt látható. Valami még átláthatatlan, de hamarosan kisüt a nap, tisztázódik valami. Ez olyan hirtelen jön, de szerencsét hoz. Itt kinyílik egy új kapu, egy új lehetőség. A csillagok jelentik a szerencsét, az időpontot is, a megfelelő időben, a megfelelő helyen lenni. Május elején ő elfordul még az eseményektől, légy kicsit türelmes, mire változik itt a helyzet, feléd tekint, és újra közeledik hozzád. Második hét, május hónapban itt látható. Ez a torony jelenti a korlátozásokat, de ezek elmúlnak, hiszen az egerek ezt eltávolítják. Ezek lehetnek hivatalos dolgok, itt fáj valami, hiszen anyagiakról, kiadásról van szó. Ez a torony lehet egy bírósági ügy, például egy vállás, de itt változik a helyzet, itt vannak a változások, lesz egy kellemes meglepetés, és itt van hozzá a remény, ez a gyermek jelenti az ártatlanságot, vagy egy új kezdetet. És ha te egy hölgy vagy, te állsz itt a középpontban, és megkapod az elismerést. Itt lehetnek külföldi kapcsolatok, vagy egy utazás tervezése. Ez az út lehet egy lelki út is, egy lelki kapcsolat kettőtök között. Harmadik hét május hónapban itt látható a képen. Itt van a hamisság. Ez lehet egy hamis nő a munkahelyen, vagy a főnöknő, de lehet az ex is, aki pénzt követel tőle. Ez a helyzet rabolja az ő energiáját, de hamarosan lesz itt változás. Lesznek döntések. Ami az anyagiakat illeti, itt vannak, vagy voltak nehézségek, de szerencsére az egerek eltávolítják ezeket a problémákat, és ő rendezi az anyagi dolgokat. Itt lesz tudás, tanulás, továbbképzés, szerződések, vagy egy jó hír, egy szerelmes levél, itt előre mennek a dolgok, tisztázódik valami, különösen ami a hölgyeket illeti, és az otthonotokat illeti. Itt megvannak a kapcsolatok, szerződések. Ez a gyűrű jelentheti azt is, hogy valaki visszatér hozzád, nem csak ő, ez a férfi, hanem valaki,
a baráti körből jelentkezik nálad, vagy meglátogat téged, hiszen itt van a ház mellett, az otthonod mellett. Utolsó hét, május hónapban itt látható. Ez a kígyó jelenti a megújulásokat, a gyógyító erőt, de lehet ez a hamis nő is. Ez a nő döntéseket hoz, ezáltal javul a helyzet. Itt ez a fa jelenti azt, hogy itt rendeződik valami. Itt le tudtok majd gyökerezni, és ez a horgony jelentheti a biztonság érzetét, vagy utal a munkahelyre, a munkahelyi változásokra. Itt a madarak jelentik a kommunikációt, itt érzelmekről van szó, szeretetről, szerelemről, az otthonról, a családról, és a kutya jelenti a hűséget, vagy azt, hogy olyan barátságosan közelednek mások hozzád. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!